Napot kívánok! Ez itt a kínami van Salát jel. a sorozat, amiben Kínával kapcsolatos kérdéseket teszek fel saját magamnak és válaszolom meg őket. A mai kérdésünk az, hogy volt-e valaha a kínai történelemben uralkodó nője Kínának? A válasz az, hogy igen volt. Először meg kell jegyezni, hogy nagyon. Sokszor előfordult, hogy egy-egy e, császári feleség, anya császárné e, vezető ágyas, óriási politikai befolyásra tetszett az udvarban, és lényegében magához ragadta a hatalmat. Például egy másik epizódban a pekingi márványhajó kapcsán említett Cöszi is e, ilyen volt. Ilyenből volt tehát e, jó néhány. De olyan, hogy konkrétan a trónon saját jogán egy nő ült volna, olyan csak egyszer fordult elő, méghozzá a 600-700-as években. A hölgyet úgy hívták, hogy Wu Zetian. Ő a Tang dinasztia idősödő Taizong császárának lett az ágyasa, de ugye akkorban úgy ment, hogy előkelő családok a lányaikat beajánlhatták a császári családba ágyasnak, ez történt Woods ennel is. Ez nem számított egy rossz dolognak, tehát az, hogyha egy családnak valamelyik lánya császári ágyas lett, az rendkívül mértékben megnövelte az egész családnak a presztízsét. Szóval így került a fiatal Woods az idősödő, nem sokára egyébként meg is haló Tájzunk császárnak a Három éve, mint hogy köztük volt-e valami kapcsolat, vagy nem, azt nem tudhatjuk. Az három az hatalmas volt, a császárnak megkorlátozottak voltak az e, energiái. Minden esetre ebben az időszakban találkozott ilyen a trónörökössel, aki aztán a Tájzung császár halála után Kaocung e, császárként lépett a trónra. Ez a Trón trónörökös megtette azt, hogy szakította a hagyományokkal, amelyek szerint az apjának az egykori ágyasát, feleségét, hát a fiú az nem érinthette meg. Egyébként pont az ilyen ügyek elkerülése miatt, ha egy császár meghalt ebben az időszakban, az összes feleségét meg az ágyasát, budista kolostorba zárták, zárdába zárták a hogy többet nekik férfival ne legyen dolguk. Viszont Gaucung szakított a hagyományjal, és a szintén zárdába küldött Wuzetient sikerült neki visszahozatnia az udvarba, ahol megtette a saját ágyasának. Most ez az ágyas, ez nagyon ügyes volt és ambiciózus, és sikerült neki ilyen-olyan intrikákkal, ravassággal elérnie, hogy végül is a főfeleségévé tette meg őt Kaocung császár. Ez a császár ez elég beteges volt, sokat nyomta az ágyat, ilyenkor nem tudott az államügyekkel foglalkozni, és hagyta, hogy az ügyeknek az intézése, a döntések azok így átkerüljenek a feleségének a kezébe, amíg ő betegen feküdt. Tehát tulajdonképpen már kaocunk életében is, az ügyek nagy részét ilyen intézte, de akkor még nem e, hivatalosan, csak hát a e, gyakorlatban ővé volt a hatalom. Aztán amikor meghalt a férje, e, akkor először az egyik fiát, aztán amikor azzal elégedetlen volt, a másik fiát e, ültette a trónra, és ekkor már anya császár néként, e, régensként helyettük uralkodott, aztán egy után megunta e, e, ezt, hogy nem teljes mértékben ura a helyzetnek, úgyhogy a, a második fiát is letaszította a trónról, és azt a teljesen példátlan lépést lépte meg 690-ben, hogy kikiáltotta magát császárnak. Egész eddig, meg ezután is császár az csak férfi lehetett, Kínában, bár egyébként a nyelvben nincsen különbség császár meg a császár nő között, tehát a Huang Ti azt tulajdonképpen mind a kettőt jelentheti, amit használnak, úgyhogy ezt használta ki úgy, hogy egyszer csak közölte, hogy ő a császár innentől fogva, vagy császár nő. És egyébként saját dinasztiát is alapított Zhou néven, tehát bejelentette, hogy ő már nem a Tang dinasztia nevében uralkodik, hanem a Zhou dinasztia nevében. Ezt aztán az utókor nem fogadta el dinasztiának, tehát Wu zetian is a Tang dinasztiához sorolják. 690-től 905-ig, tehát 15 éven keresztül a saját nevében Huang ti császárként vagy császárnőként kormányozta Kínát Wu Zetian, és hát úgy tűnik, hogy elég sikeresen. 705-ben, amikor már nagyon idős volt, és néhány hónapja volt neki hátra, akkor őt megpucsolták, és az egyik letaszított fia került újra a trónra, tehát restaurálták a Tang dinasztiát, és Wu Zetian maga az utolsó hónapjait egy apác az töltötte. És az utókor, ugye a történészek Kínában alapvetően férfiak, egy-két kivétellel, és nagyon nem szereti a konfuciánus hagyomány, hogyha nők beleszólnak a politikába, ezért rendkívül negatív színben tüntette fel Wu zetian t nem sok pozitív jelzőt aggatnak rá, de azért azt lehet mondani, hogyha egy fél évszázadon keresztül uralja valaki az országot, már pedig Budzettiennel ugye a férje helyett, fiai helyett, meg a saját nevében összesen nagyjából összejött a fél évszázad, tehát ez volt a helyzet, és a megbuktatása után Kína a világ egyik legnagyobb, leggazdagabb, legerősebb birodalma, lesz, és az egész kínai történelemben az abszolút virágkorát éli a következő fél évszázadban a Tang dinasztia, akkor azt lehet mondani, hogy egész biztos, hogy egy nagyon tehetséges, ügyes uralkodó nő volt Wu Zetian, tehát a tőt negatív színben feltüntető történészek, hát erősen Eltúlosszák a rossz vonásait, valószínűleg egy nagyon tehetséges, ügyes uralkodóról volt szó, akinek az unokája aztán a kínai történelem abszolút aranykorát hozza el majd a 710-es, 20-as, 30-as években. Köszönöm szépen a figyelmet, a viszontlátásra!